Mészáros Lőrinc még 2020-ban nyerte el a Paks 2 projekt biztosításainak megkötéséhez szükséges alkuszi feladatokra kiírt közbeszerzést. 450 millió forintért. Eredetileg 2021. szeptemberére kellett volna tető alá hoznia a biztosítási csomagot a paksi bővítéshez. Ez ugyan nem sikerült neki, de szerencsére a magyar állam a segítségére sietett, és kétszer is meghosszabbították a határidőt, hát ha addigra összejön neki. Legutóbb 2023. januárjára kellett volna teljesíteni a közbeszerzésen elnyert feladatot. A biztosítási szerződéscsomagnak azonban továbbra sincs semmi nyoma. Ezért a Párbeszéd zöldek írásbeli kérdéssel fordult a kormányhoz, hogy árulják már el, sikerült-e végre Mészáros féle Hungarikum biztosítási alkusz Kft.-nek valamit csinálnia 450 millió forintért. Kikkel, milyen feltételekkel, mennyiért tudott biztosítást kötni Paks 2 Mészáros Lőrinc áldásos közreműködésével. A most a kormánytól megkapott válasz olyan üres, mint a kormányzat helyes energiapolitikai lépéseinek listája. A Paks 2 ZRT a projekt előrehaladásával párhuzamosan szerződéses kötelezettségeit teljesítve gondoskodik a megfelelő biztosítási fedezetek rendelkezése állásáról. Ugyanennek a mondatnak semmilyen információértéke, sőt jelentése se nagyon van, nem ezt kérdeztük, és ráadásul egy szót nem mond a Mészáros Lőrinc cége által elvégzett munkáról, de a semmit mondásában is világos választ ad. Nem, közel 2 évvel az eredeti és 4 hónappal az utolsó határidő lejártát követően nincs felmutatható eredménye a Mészáros cége által elvégzett munkának. Hogy Paks 2 hogy van biztosítva, ha az ennek elintézésével megbízott Hungarikum Kft. Nem végezte el a munkát, az pedig továbbra is rejtély marad.